100%-os nő vagyok. De az fontos, hogy ahogy a társadalom áll hozzám, bizonyos helyzetekben, amikor kiderül az, hogy transznemű vagyok, az nem oké. Barátnőimmel ittunk, és odajött hozzám két srác, hogy mennyire jól nézek ki, és így bókoltak. Majd odajött egy harmadik, aki azt mondta, hogy én férfi vagyok, hogy buzi vagyok, és hogy dögöljek meg, hogy köcsög vagyok. És azt mondtam, hogy ezután most már iszok egy fiát. Ezt én is szerettem, ezt a megnevezést, hogy fiú test, vagy hogy férfi, mert volt egy hibás testem. És ma meg, amikor belenézek a tükörbe, akkor egy tök természetes érzést érzek. Tehát nincs plusz dolog, csak természetes. És emiatt az embernek a mentális épsége is teljesen máshol tart. Hál' Istennek én egy olyan kiváltságos helyzetben voltam, hogy engem tényleg támogatott anyukám lelkileg és anyagilag is, és sajnos ezeknél az embereknél nem egyértelmű ez a dolog. Tehát, hogy az LMBT embereknél, de főleg a transz embereknél rettenetesen nagy számban kitagadják őket. Magyarországon nem lehet nevet és nemet változtatni, ezt bizonytalan ideig szünetelteti az állam, és ha belegondolunk abba, hogy valaki szeretne átváltozni a saját maga börtönéből kitörni, akkor ezt nem teheti meg. Sokkal kevesebb esélyünk van a boldogságra. Mindaddig, amíg mondjuk elmegyek egy randira simán, vagy meglátnak egy buliba, azt mondják, hogy oké, te egy jó csaj vagy, meghívlak egy italra, vagy beszélgessünk, ez így elindul. És akkor utána, amikor azt mondom, hogy azt hittem, hogy ez komolyodna, vagy elindul egy folyamat, akkor egy idő után elmondom, nem rögtön. Ezután tényleg nem hogy nőnek nem néznek, hanem embernek se. Eljátszanék egy terhes nőt, vagy egy feleséget. És mondjuk az tök jó lenne, hogyha nem jutnánk el oda, hogy amikor néznek a nézők, akkor azon gondolok, hogy ez transznemű, hogy ez vicces, mert hogy transznemű. Hanem csak azt nézzük, hogy milyen a színészi teljesítménye.